A Galaxy S23 Ultra a Samsung hatalmas tudású, különleges megjelenésű S Pennel ellátott csúcskészüléke. A 163,4x78,1x8,9 mm-es alumínium keretes üvegborítású telefon 234 g-os. Lekerekített szélű Gorilla Glass Victus 2 védi a 6,8 hüvelykes, 120 Hz-es 1440x3088 pixel felbontású HDR 10+ Dynamic AMOLED 2X kijelzőt, melynek alsó sávjában kaptak helyet az androidos kezelőgombok. A 12 megapixeles előlapi kamera a kijelzőbe lyukasztva kapott helyet, fölötte a beszéd hangszórót találjuk. Az új lenyomatolvasót a kijelzőbe integrálták. A keret jobb oldalán helyezték el a több funkciós bekapcsoló gombot és a hangerő szabályzó gombokat. A készülék tetején egy zajmikrofont találunk. Alulra került az S Pen, egy multimédiás hangszóró, a C-típusú USB csatlakozó, a beszédmikrofon és a kártyafiók. A Gorilla Glass Victus 2 hátlapon kapott helyet a nagy fényerejű lézeres autofókusszal, optikai zoommal és képstabilizátorral ellátott négy kamerás rendszer, mely egy 200 megapixeles főkamerából, egy 10 megapixeles 10-szeres optikai zoommal ellátott telefotókamerából, egy 10 megapixeles nagy fényerejű telefotókamerából és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű kamerából áll. Mellettük a lézeres autofókusz érzékelője és a ledes vaku kapott helyet. A készülék villámgyors működéséről a 8 magos processzor és 8 vagy 12 GB RAM gondoskodik. A 256 és 512 GB-os belső tárhely nem bővíthető. A hosszú üzemidőt a szupergyorsan és vezeték nélkül is tölthető 5000 mAh-s lítium-ion akkumulátor garantálja. A készülék vezeték nélküli töltésmegosztásra is alkalmas. Az S22 Ultra kényelmi eszköze az S Pen. Előhúzásakor, illetve a saját gombját vagy lebegőikonját megnyomva saját menüje ugrik fel. Itt található a gyors jegyzetkészítés, a képernyőképre való rajz és az intelligens kijelölés, de plusz funkciókat is hozzárendelhetünk. A készüléken Android 13 alapú One UI 5.1-es rendszer fut. A képernyőn ujjunkat vagy az S Pent jobbra, illetve balra mozgatva tudunk lapozgatni az alkalmazások között. A képernyőn egy lefele mutató új mozdulattal tudjuk előhozni az értesítési és kapcsoló panelt. Az ujjunkat a képernyőn felfelé mozdítva érjük el a gyors kereső funkciót. A kijelző jobb szélén található kis füllel nyitható a programozható Edge képernyő, mellyel azonnal hozzáférhetünk a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz. Az indítóikonok és widgetek a főoldalon foglalnak helyet, amelyet a képernyő hosszabb nyomásával vagy csíptető mozdulattal szabhatunk testre. További beállításokat és hasznos információkat találsz a Telekom oldalán. Kattints az akciós ajánlatainkért és rendeld meg a készüléket online ingyen kiszállítással.